Hősök emlékezete, főhajtás az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján. Bátorság, becsület, tenni akarás. 150 éve alakult meg a tűzoltóság Szombathelyen. Nagy takarítás, teljes körűen megtisztult a Vörösmarty utca 31 szám alatti tömb belső. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. A Jáki úti temetőben Weltár Károly sírjának megkoszorúzásával, az 56-osok terén megemlékezéssel, majd ünnepi közgyűléssel tisztelegtek október 23-án Szombathelyen az 1956-os forradalom és szabadságharc 67., valamint az önkormányzat megalakulásának 33. évfordulóján. Weltár Károly ügyvéd 56-os mártír sírjánál vette kezdetét a városi ünnepség sorozat. Az ő javaslatára állították fel 1956. október 23-án a Szombathelyi Értelmiségi Bizottságot, október 28-án a Vas megyei Forradalmi Bizottság elnökévé választották. A megye forradalmi vezetőjeként betartotta és betartatta a törvényeket. Jó részt neki köszönhető, hogy november 4-éig sem Szombathelyen, sem pedig a megyében nem történt vérontás. November 4-én letartóztatták, elhurcolták, bebörtönözték. Kihallgatásai során senkire sem tett terhelő vallomást. Szabadulása után a hatóságok folyamatosan zaklatták, nem vállalta a besúgó szerepét, az öngyilkosságot választotta. 1957. február 28-án tehervonat elé vetette magát a szombathelyi vasútállomáson. Sírján koszorút, virágot, mécsest helyeztek el a Weltár család tagjai, a városi önkormányzat és a kormányhivatal vezetői. Az 56-osok terén folytatódott az ünnepség. Németh Judit színművész Jankovics Ferenc Idei hó című versét szavalta, Bújtás Ervin a Gyerekdal című Cseh Tamás Bereményi Géza szerzeményt adta elő. Ünnepi beszédében Katona Attila adott áttekintést 56 eseményeiről, nemzetközi és hazai megítéléséről, következményeiről. Mint mondta, október 23-a üzenete az, hogy minden stabilnak látszó emberi alkotás képes összeomlani egy pillanat alatt. Ami akkor is ott történt, azzal a csudatettel több mint fél évszázadra ismét lemosták a nemzetről a gyalázatot. Alapjaiban írták át a magyarság imázsát, ha akarunk róla tudni, ha nem. 1956 a magyar munkásság, vagy még pontosabb legyek, a magyar munkásosztály legnagyobb történelmi tette volt. Még akkor is, ha más-más szempontból, de ez nagyon kellemetlen volt az utódok számára. Az emlékezők fejet hajtottak a nemzetőrök emléktáblájánál. Önkormányzati, kormányhivatali vezetők, pártok, társadalmi szervezetek képviselői helyeztek el koszorút, mécsest. A megemlékezés ünnepi közgyűléssel folytatódott a Városháza nagy termében. Balogh János, Mari Dorottya és Szabó Róbert Endre a Vörös Sándor Színház művészei korabeli újságcikkekből, rádióbeszédekből állítottak össze emlékműsort. Új vezetést akarunk! Nagy Imrében bizalmunk! Nemény András polgármester ünnepi beszédében megemlékezett az önkormányzat megalakulásának 33. évfordulójáról. Mint mondta, Szombathely szeretete a közös pont, ami ciklusokat és a mindenkori városvezetőket összeköti. Az önkormányzatiság egy hatalmas lehetőség. Lehetőség arra, hogy szabad akarattal tegyünk a minket felhatalmazó, ránk bízott közösség érdekében. 1956-ban ezért a szabadságért küzdöttek. A rendszerváltáskor pedig ennek a szabadságnak az alapjait teremtették meg. A mi feladatunk nem kevesebb, mint ezzel a szabadsággal jól élni és megőrizni az utódainknak, hogy majd nekik is legyen lehetőségük valódi döntéseket hozni. Kívül hagyva a pártpolitikát, az összefogás erejét hangsúlyozta. A jövő júniusi önkormányzati választásra utalva elmondta, bárhogy is lesz, polgármesterként vagy szombathelyi polgárként, a jövőben is a várost fogja szolgálni. Megemlékezett a forradalom évfordulójáról az 56-os szövetség. Folytatódott a termelői portrésorozat, buzafű levelet kóstolhattak az érdeklődők a Szombathelyi Növényházban.
négyen sérültek meg a vadgázolás következtében. Hatalmas tűz tombolt a szemenyei műanyag hulladék feldolgozó telepen, a szombathelyi tűzoltókat is riasztották. Rövid hírekkel folytatjuk. 56-osok és leszármazottaik is részt vettek az 56-os Szövetség Vasvár megyei szervezetének megemlékezésén a forradalom évfordulója alkalmából. Horváth Gábor önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket, majd Melega Miklós, a Vasvár megyei levéltár igazgatója mondott emlékező beszédet. Úgy fogalmazott, mi magyarok a szabadság népe vagyunk, megvédjük magunkat, jogos jussunkat, nemzeti és keresztény hagyományainkat minden hódító, tünékeny, divatos ideológiával és idegen hatalommal szemben. Ebben példaképeink 56 hősei. Megemlékeztek Tóth Imréről, aki a Vas megyei pedagógusok forradalmi tanácsának elnöke volt, és Lechner Ferencről, az 56-os szövetség egykori megyei elnökéről is. Koszorút, Mécsest helyeztek el a nemzetörök emléktáblájánál. Tóth László növényházában tucatnyi érdeklődő tehetett fel kérdéseket a biogazdálkodás fortéjaira vonatkozóan a ma délelőtti nyílt napon. A Szombathely peremvidékén tevékenykedő őstermelő már 10 éve foglalkozik tönköly búzafű termesztésével. A préselő szerkezet segítségével nyert friss búzafűlét bárki megkóstolhatta a bemutatón, ahol megtudtuk, a növényben található enzimek jótékony hatást gyakorolnak az emberi szervezetre. Vadgázolás történt hétfőn hajnalban a 86-os főúton, Szombathely határában. A balesetben 4 sérültek meg. Kukoricásból rohant a főútra egy szarvasbika, a körment felé tartó Cserenc számú Land Rover sofőrje nem tudta elkerülni az ütközést. Az állat átcsapódott a menetirány szerinti bal oldalra, ahol ütközött egy érkező Opel furgonnal is. A kocsi árokba sodródott. A Land Roverben ülő család tagjai közül 2 gyereket és az édesanyát a furgonból az anyósülésen utazó férfit könnyű sérüléssel vitték kórházba. 4 vármegye 9 településéről, köztük Szombathelyről is vonultak tűzoltók Szemenyére, ahol hétfőre virradó éjszaka tűzütött ki egy műanyagfeldolgozó telepen a 8-as főút mellett. 4-5 méter magasan felhalmozott hulladék gyulladt meg, 5000 négyzetméteren tomboltak a lángok, hatalmas füstoszlop gomolygott a terület fölött. Az oltást 9 vízsugárral végezték, a hosszú órákon át tartó munkát erőgépek is segítették. A lángokat hétfőn délutánra sikerült megfékezni. A katasztrófavédelmi mobil labor folyamatosan méréseket végzett, de nem mutatta ki a normálistól eltérő értékeket. Százötven éves a Szombathelyi tűzoltóság. A jubileumot a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a Szombathelyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel és a Szombathelyi hivatásos tűzoltó parancsnoksággal együtt ünnepelte szombaton. Székely János megyés püspök celebrált szentmisét, majd a Szavária moziban tartottak ünnepi állománygyűlést. Szentmisével vette kezdetét a Szombathelyi tűzoltóság megalakulásának 150. évfordulója alkalmából tartott ünnepség a Székesegyházban. A szertartást Székely János megyés püspök celebrálta. Ünneplők Szombathely város fúvós zenekara vezetésével átvonultak a Szavária moziba, ahol aztán állománygyűlést tartott a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a Szombathelyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel és a Szombathelyi hivatásos tűzoltó parancsnoksággal együtt. Az állománygyűlés tűzoltók gyermekeinek műsorával kezdődött. Az ünnepségen szó esett arról, hogyan alakult meg a Szombathelyi tűzoltóság. Már az 1500-as években is szükség lett volna rá, hiszen több nagy tűzeset is volt a városban. 1817-ben aztán Szombathely 2/3 leégett egy nagy tűzvészben, csak ezután merült fel komolyabban, hogy létre kellene hozni egy tűzoltócsapatot. Éppen ezért ennek érdekében gyakorlatilag olyan városi összejövetelek voltak, ahol már ez egyszerűen fölmerült. Már az 1820-as években fölmerült, hogy valamit tenni kellene. Akkor igazából ebből semmi nem lett, míg nem aztán az 1865-ös év volt az, amelyik igazán a nagy kezdetet jelentette, amikor már a városi közgyűlésen hangzott el Tosler
elnök úr tartotta azt az ülést, vagy ő vezette, és akkor merült fel, hogy valamit kellene tenni. És ez a 65-ös indulás, ez megmozgatta a várost. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok beszédében úgy fogalmazott, a tűzoltókat 150 év után is ugyanaz hajtja. Én azt gondolom, hogy bennünket, tűzoltókat továbbra is kötelez az, ami a védőszentünknek az erkölcsi tanítása, a bátorság, a becsületesség, a tenni akarás. A Vármegyében élők, a Szombathelyen élők nyugodtak lehetnek, itt vannak a tűzoltók és segíteni fognak a baj órájában. Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főfelügyelője köszöntötte a jelenlévőket. Nemény András polgármester emléklapot adott át a jubileum alkalmából, beszédében a tűzoltók elhivatottságát méltatta. A dolgára nem a változásokért a 150 évre, hanem pont az állandóság. És az állandóság titok az dolgára a szív. Ez a 150 év, ez a szívről szól. És lehet bármilyen technikai fejlődés lépőről. Jöhet a mesterséges intelligencia, jöhetnek új és új ügy. Addig lesz tűzoltóság, még ez a szív megvan, még az alapértékeink, a hagyományos értékeink itt vannak velünk. A beszédeket zászlószalag adományozása követte, majd elismeréseket és ajándéktárgyakat adtak át. A Vörösmarty utca 31-hez tartozó belső udvaron folytatódott az önkormányzat őszi utcatakarítási programja. A társaság képviseletében a BEM lakásszövetkezet, valamint néhány lakó is jelezte a városvezetésnek, hogy szükséges a környék megtisztítása, rendbetétele. A Szoba és a Szom Park munkatársai ma egész délelőtt dolgoztak a helyszínen. Nyáron több lakossági észrevétel érkezett az önkormányzathoz arra vonatkozóan, hogy a Vörösmarty 31 A, B és C épületei által határolt belső udvaron, amely a Vörösmarty és a Veselényi utcák között helyezkedik el, szükség volna területgondozási munkálatokra. Emiatt a BEM lakásszövetkezet elnöke, Beliznai Pálné is felkereste a városvezetést. A kérés meghallgatásra talált, kedden reggel elkezdődött a munka. Úgy döntöttünk, hogy a nagy takarítási programban az utcatakarítások közé most a 11-es utcáúti tömbelsőn kívül, nagy örömömmel ezt a tömbelsőt is be tudjuk venni. A zöld területek rendbetételéről a Szom Park munkatársai gondoskodtak. Megmetszették a sövényt, füvet nyírtak, lombot söpörtek. A betonozott felületek tisztítását a szovagépei végezték el. Újra festették a parkolóhelyeket és kimosták az esővíz elvezető csatornákat. A helyszínt a közterületfelügyelet dolgozói biztosították, lezárták a területet, hogy a parkoló autók ne akadályozzák a munkát. Az őszi utcatakarítási program csütörtökön a főtéren folytatódik. Városi rangadót rendeztek a másodosztályú női röplabda bajnokságban. Teltház volt a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület és a Haladás VSE összecsapásán. A háromszettes mérkőzésen vendégsiker született. Néhány hete kezdődött a másodosztályú női röplabda bajnokság új idénye. Az első komolyabb szombathelyi rangadóra nem kellett sokat várni. A harmadik fordulóban a Haladás VSE együttese a Szóese otthonába látogatott. A vendégek mestere optimistán várta az összecsapást. Sokat nem tudtunk rá készülni, mert a nagy része a csapatnak még szombaton is, vasárnap is játszott. És ráadásul tegnap még egy diákolimpia volt a középiskolásoknak, úgyhogy egy érdeklődve várom, hogy mennyire leszünk fáradtak a mai meccsen. Ennek ellenére bízom abban, hogy sikeresen veszük a mai akadályt. A városi rangadóra megkülönböztetett figyelemmel készült a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület csapata, amely külön taktikát is kidolgozott a mérkőzésre. Az igazság az, hogy mi csak heti kettőt edzünk, úgyhogy ezzel a két edzéssel próbáltunk egy új taktikát kifejleszteni, meg gyakoroltuk is folyamatosan. Most van 3-4 új játékosunk, akik sajnos még nem játszottak bajnokságba, de bízom benne, hogy lelkesen oda teszik magukat, és eredményesek leszünk a mai nap. Az első szett elején felváltva szerezték a csapatok a pontokat, majd elkapta a fonalat a Haladás, és fokozatosan meglépett a házigazdától. Bodzer Attila időkéréssel próbált lendületet adni tanítványainak, kevés sikerrel. A folytatásban mindkét együttesben lehetőséget kaptak a cserejátékosok is, de a játék képét ez sem változtatta meg. Az esélyesebb vendégek végig jobban koncentráltak, és magabiztos teljesítménnyel rukkoltak elő. 25-11, 25-13, 25-14-es szettekkel 3-0-ra nyerte a Haladás a forduló rangadóját.
A formálódó Szóese két vereséggel kezdte a bajnokságot, míg a Haladás két győzelemmel és egy vereséggel felzárkózott az élmezőnyhöz. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!